Húsvét előtti csütörtök délután 3 órakor a munkahelyen parkolójában vagyok. Nézzétek meg szeretettel, hogy hova utaztam, és még én sem tudom, hogy milyen élmények várnak rám. Sziasztok, eltelt másfél óra, és megérkeztem a hétvége fő helyszínére, és nem mással elárulom a titkot, azt még nem, hogy hol és milyen rendezvények fogok lenni, illetve leszünk a hétvégén, de akkor bemutatom Szabó Gábor barátomat, akivel a hétvégét fogjuk tolni. Nem mellesleg érdemes megjegyezni, a régi Dómusznál Székesfehérváron a színház mögött. Gyertek ide, ha fincsiétet szeretnétek enni. Sziasztok! És nem árulok el még mindig titkokat, de jó lesz. Sziasztok! Az előbb látott képsorokat Gábor, mondd el, hogy hol sikerült forgatni a Kajáldánál? Az Adams Delikátban voltunk. De hol vagyunk helyileg? Székesfehérváron. És mindjárt mutatunk egy képet, hogy miközben sétáltunk egy pár percet a sétáló utcán, belefutottunk egy pár ismerősbe, nem várt ismerősbe is ráadásul, úgyhogy ismét elmutatjuk, hogy kicsi a világ, és mindjárt mutatunk egy képet, hogy milyen hangulatba sikerült belefutni a korongosokba, miért vagyunk itt, és milyen szakaszában vagyunk annak, amiért itt vagyunk. Gábor? Hát a Method országos bajnokságon szerettem volna elindulni, és az idei évben úgy gondoltam, hogy szerencsét próbálok a nagyok között, és ebből adódóan így az áprilisi Method országos bajnokság elődöntőjére beneveztem, és a mai napon a kötelező edzésnap ment le. Valahogy úgy történt a dolog, hogy februárban Messengeren sztoriztunk, és szerintem február volt, és mondtad, hogy igen, titok nem mond el senkinek, de megpróbálok elindulni. Januárban, februárban kellett leadni a nevezést. És akkor feldobtam, hogy figyelj bátya, ha elindulsz és szükség van rám, akkor jövök és segítek. És hát itt vagyunk. Túl vagy az első napon. Milyen volt, milyen élményeket szereztél? Csodálatos napsütéses időszakon vagyunk túl. Az elénk táruló időjárás az nem éppen szívmelengető lesz. Felkészültünk mindenre, hát nagyon sok mindent így a peca alapokról, ilyesmiről egyelőre nem szeretnék, mert lesz még forduló, ha sikerül tovább jutni. Nem, semmi belső információ, csak hogy érezted magadat, milyen volt, olyan volt, amire számítottál? Meglepően jó volt, jól ment a kötelező edzős nap is, sok új, régi baráttal, ismerőssel találkoztam meglepően. Inkább ilyen családi hangulatúnak írnám le a kötelező edzés napot, mint inkább ilyen karót nyert, kötelező, idézőjeles, kötelező napon lennénk túl. Teljes mértékben azt mondom, hogy elégedett vagyok a mai nappal. Nagyon szeretném, hogyha ez így szépen megmaradna maga a ritmus is, meg maga ugye az energia is erre a két napra még. Rengeteg információ volt a mai nap, amit még kicsit úgy holnapra föl kell dolgozni, át kell formálni, úgyhogy egy saját technikát, vagy saját technikába át tudjam vinni, át tudjam alkalmazni. Szerintem elég sokat tudtam javítani a horgászaton, kevesebb volt a halvesztésem, mint eddig. Sokkal ütemesebben tudtam, sokkal pontosabban tudtam meghorgászni a távokat. Távváltásokra próbáltam ügyelni, mikor éppen a bentin megállt a hal egy kintire, vagy még egy kiebbi pecát csinálni. A keresőpeca nem igazán, tehát ezen a tavon nem igazán működik ez a keresőpeca. Van, akinek szerencséje van vele, de erre nem lehet húzni, hogy már pedig most keresőpecázok és kukázom a halat úgymond, mert nem biztos, hogy az eredményre vezető, nem az a biztonsági peca, hogy... Mit lehet tudni így az alapokról, hány versenyző van, mennyi út tovább? Hát tudomásom szerint 50 versenyzővel indul most az első kör, és az első 11 jut tovább a második versenynap után. 5 szektor van, ha jól. És 5 szektor van, így van. Tehát az a lényeg, hogy egy szektor egyet kellene csinálni. Hát ez 1-2-3, és akkor lehet matekolni vele, hogy hogyan tovább.
Jó, nem latolgatunk esélyeket, mert annak szerintem semmi értelme nincsen. Horgászni jöttünk. Igen, jót horgászunk. Ez a legjobb hozzáállás. Mi a további teendő még így ma este lefekvés előtt? Horgot kell kötni. Mindenféleképpen. Legyen bőven. Az abból sosem elég. Volt valami, amiért nem volt jó a mostani? Hát ezek a kombinált, ez a monofil fonott csalitüske, ez annyira nem jött át most. Uh-huh. A teljes mértékben mindegy, hogy milyen csomóval kötöd a csalitüskét. Ahogy felázik a fonott zsinór, elgyengül egy kicsit, felpuhul a csomó, stb. Hiába hagyott hosszabbra a csomó száron, az zavaró lehet. Nem úgy áll össze. Aha, nem akad, hogy a horog nem akad rendesen? Nem a horog nem akad rendesen, hanem csali cserénél leszakad, leesik a csali tüske, lemarad, beakad a hálóba, vagy a merítőbe véletlenül, vagy bármi, és azonnal kell cserélni az előkét, és ez meg macerásabb így, hogy ebben elveszteni az időt. Ennek azért örülök, mert az elmúlt másfél hétben, amikor rá tudtam venni magam a horogkötésre, akkor ugyanilyen horogokat kötöttem. Ez a jó, amikor az internetről az ember kitalál egy módszert, és azt mondja, hogy ez lesz a tuti, ez biztos, hogy bejön. És erre jön Gábor, aki azt mondja, hogy hát ez egy... És erre is jók az edzésnapok. Igen. Hogy még most nagy napok előtt rájönni, hogy mi a hiba, vagy mi. Úgyhogy nem is tartjuk föl tovább a Gábort kössön, hiszen neki most ez a feladat, hogy ez. Sziasztok! Szia Gabi! Itt vagyunk reggel, péntek reggel. Kihúztad a helyet. Milyen szinten vagy elégedett, és mit gondolsz egyelőre? Nem kell esélyt latolgatni, csak hogy gondolod egyelőre itt a hely alapján, srácok alapján, elbeszélés alapján, időjárás alapján a dolgot? Először is szia Zoli, jó reggelt! Sziasztok mindenkinek! Esélyeket nem kell latolgatni teljes mértékben. Elégedett vagyok a kisorsolt helyemmel. Víz van előttünk, a többit meg megoldjuk napközben. Szuper, köszönöm. Kitartást kívánok, megérezd jól magad, aztán a többi majd alakul. Köszi, köszi. Gabi, túl vagyunk az első selejtező napon, hogy sikerült? Hát, őszinte leszek, nem várt eredményt értem el. A szektornak a 10. helyet sikerült elfoglalni, sajnos, de én azt mondom, az első kanyarra egy ilyen feszített vizen, ennyi jó horgász között, sajnos ennyire tellett ma. Ez a reggeli frontváltozás, ez annyira nekem nem biztos, hogy annyira sikerült, vagy jót tett. Megpróbáltam mindent tőlem tehetőt, de amit kigondoltam, illetve az előző napi edzésnapon sikeresnek bizonyult, az ma nem igazán. Őszinte leszek, hát sorsoltak, ugye hát nem sok közünk volt a húzáshoz, a helyhúzáshoz. Ja, ráadásul bocsánat, csak kitérőként, mivel a versenyszervezői, ha jól tudom, nem voltak itt, hanem Ezüstavon. Ezüstavon voltak, igen, bocsánat. Onnan történt az online. Ezért online sorsolás, húzás volt, úgyhogy reggel Facebookon keresztül kellett nézni, hogy ki melyik helyre húzott, és ugye le voltak számozva helyek, majd látni fogjátok, majd rakok be olyan képet, ahol látszik a kis tábla, meg a stékszám is teljesen más volt, és akkor úgy derült ki mindenkinek, hogy milyen helyet húz, amit sikerült elkapni az információból, és akkor innen most már beszéljen az, akinek beszélni kéne. Hát az annyiból volt ugye előnyös, hogy mindenki megkapta a MOSZ által kitűzött számot,
meg technikailag ez kicsit gyorsabban működött nekik. Tehát gyorsabb volt a súlyfelvitel, hogyha időközi mérlegelést kérte, az azonnal ugye megjelent egyből az adatlapon, ugye a folyamatos mérlegelés is egész nap működött. Szóltak a srácok, vagy szóltam, hogy mérleget kérsz, mérleget kérek, akkor jöttek, és akkor mérlegeltek egyből. Úgy gondolom, hogy a szervezésre nem lehet panasz, mert korrektül ment minden. Itt igazándiból a jelenállás szerint, ahogy látjuk, csak egyek kellett volna jobbra ülni, és akkor kicsit más lett volna ennek a napnak a kicsengése így utólag, de szerintem ez a tapasztalatszerzésről szólt elsősorban. Ez erről szólt teljes mértékben. Az első országos bajnokság, első elődöntő igazából teljes mértékben azt mondom, hogy amit tudtam, megtettem, kihoztam a vízből. Igazából annyiból örülök neki, hogy halvesztésem nem volt a mai napon, úgyhogy nem tudom. Ott nálam volt egy törés, tőlem jobbra nagyon szépen fogták a srácok, 40-50 kiló fölötti súlyok is születtek. Igazából ki kéne emelnem valakit, talán a szakadkásokat azt kiemelném, mert a srácok azért most ott vannak. Tehát az első selejtező nap után azért 1-2-3-at a szektorba szépen elhozták, amit kellett. Tehát igen, ügyesen oldották meg a dolgokat. Hát a szakadka Féderpintől azért elég sokan jöttek, és minden szektorra jutott közülük, és abszolút azt kell mondanom, hogy le a kalappal. Elég sok ismerős arccal találkoztunk, akikkel már rengeteg másik helyen is együtt tudtunk horgászni. Tök jó, meglepő volt, meg nagyon jókat beszéltünk. Hát ez most tényleg az a verseny volt szerintem, ahol a brigád fele elégedett volt, a másik fele pedig nem nagyon értette, hogy mi történt, de hát a verseny általában ilyen, hogy amikor azt hiszed, hogy most ez működni fog, akkor általában nem azt a képét mutatja. Mellette közben kaptunk esőt a végére, természetesen ahogy ez szokott lenni, a verseny utolsó percére kisütött a nap, és szélcsend lett, úgyhogy és egyből elkezdtek megint mozogni halak ugyanúgy, mint a verseny előtt. Valószínűleg ők pontosan tudták a mai itinert. Viszont mivel próbálkoztál, milyen palettával, ha nem is az ízvilágokkal, de hány verziót próbáltál? Mindent, ami nálam volt igazából. Megpróbáltam csalik méretekkel játszani, horog méretekkel játszani, előke hosszal játszani. Amit bevittem kaját igazából, azt utána tudtam még kombinálni pluszba különféle attraktorokkal, sprékkel, jamekkel, mindennel, és nem sikerült sajnos megoldani a mai napot ennél jobban. Sikerült fogni két szép 5 kiló fölötti pontjot, ez azért eléggé meghúzta a mérlegelést, és hát volt még egy fantasztikus pontjod is, azt mesélj el, légy szíves. Igen, a kis pontra gondol szerintem. Igen, egy 10 mm-es wafterszel próbálkoztam, és igazából kapás nélkül frissítésre került a sor. Konkrétan nem ütötte horog a száját a kispontnak, mert beszorult a 10 mm-es csalias a szájába, és így sikerült palatra segíteni, hogy a kemény 10 mm-es wafters annyira szorult a tiské, hogy konkrétan szágba tudtam terelni probléma nélkül a kispontot. Mekkora lehetett körülbelül ilyen 10-11? Szerintem ilyen 11-12 centi talán, aha, ha elérte a még a babakort. Jó, hát ez arra jó, hogy van utánpótlásatóban, ez valószínű akkor. Hát inkább az a kérdés, hogy akkor mi lesz holnap? Holnap, hát őszintén, ugyanaz, mint ma. Csak holnap már egy kicsit stresszmentesebben fog horgászni. Ma azért az ember rajta volt, első országos bajnokság, feszített a tempó, itt azért kicsit egyenesebbek a szabályok, oda kell azért figyelni mind a limitre, horog előkét ellenőrizték, milyen csalikat viszel be, mit viszel be a szektorodba, mivel horgászol, azért kicsit komolyabban veszik itt azért a dolgokat, illetve hát kiegyenlítettebb azért a küzdelem, még attól függetlenül is, hogy néha jobban ment a hal, máshol kevésbé. Mi az, amiben úgy gondolod, hogy mi az, amit tanultál, mi az, ami megmaradt így a apróságok a versenyben? Technikával akár. Csak a technikára gondolsz, vagy? Vagy bármi a kapcsolatban. Az erdőt mindig készítsem elő. Ezt megtanultam ma nagyon, mert eléggé írtelejött azért az ivatar, úgyhogy ott kicsit küzdelmes volt az ernyőt felállítani még az új ernyőtartóba. És a felsőt ne hagyd kint az esőbe. Az meg a másik, igen, hogy a mellé nem hagyjuk kint az esőbe, mert az meg tud ázni, még ha vízálló is. Igen, mert azt, aki nincsen képbe a szabályokkal, azt tudni kell, hogy itt reggel ők bemennek a saját szektorukba, és onnantól kezdve nem is lehet nekik beadni semmit, ők se adhatnak ki semmit, és amit beviszel magaddal a szektorba, az van a verseny alatt. Illetve ha elhagyod a szektort, akkor ki kell venni a felszerelésedet,
és akkor elmehetsz mellékelt helységbe, vagy bármilyen egyéb szükségletedet elvégezheted, tehát az természetesen akkor az etetésből kiesik a hal, kiesik a rutin, kiesik minden, és újra kell építeni, ezért általában mindenki úgy próbálja bepakolni ezeket a dolgokat, amik lehetnek náluk, hogy megpróbálnak mindenre fölkészülni. Reggeli információk alapján egy órára volt várható az eső, ami ilyen 2 óra, fél 2-3-2 magasságában meg is érkezett, és egészen a verseny végéig ki is tartott az utolsó 10 percig körülbelül. Igen, nagyon jó is esettük. Technikával kapcsolatban valami új információ. Bevárt a tegnap este kötött hó? Be. Azokat teljes mértékben elégedett voltam. Örültem is, hogy nem volt halvesztésem, mert igazából sokat nem fogtam, megmondom, őszintén 8 darab halam volt, de az a 8 darab hal az 8 kapást ért, a 8 kapás ki is ért úgy, ahogy kellett. Megyünk mi is pihenni, aztán holnap jelentkezünk. Jó éjszakát, sziasztok! 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 Túl vagyunk a OB-selejtezőn, véget ért a második nap is. Mesélj, légy szíves! Milyen volt a mai napod? Hát, amit látod, ekkora szelet kellett megoldani. Sajnos mai napon nem sikerült úgy, hogy szerettem volna egy kicsit örömpecát idézőjelbe hozni. Nagyon nehéz volt halat fogni, legalábbis nekem, mellettem elég szépen húzták a halat. De ekkora szélben már sajnos nekem nem ment a pontos horgászat, rengeteg tanulnivaló és fejlődnivalóm van. Most is a két nap alatt rengeteget tanultam, remélem tudom kamatoztatni a későbbiekben. Elkeseredve nem vagyok, tudni kell veszíteni is sajnos, de úgy vélem, hogy ez arra jó volt ez a két nap, hogy fel tudjak készülni a következőkre, továbbiakban kicsit jobban odafigyelni, hogy mire kell összpontosítani, min kell még fejleszteni a dolgokat. Hát azt tudni kell a mai napon, hogy a vágóképek alapján látni fogjátok, hogy az idő most segítette senkinek sem a játékát, a hobbiát, a szórakozását vagy a munkáját, és szerintem mindenki hullafáradtan fog hazamenni, mert eléggé nem is annyira maga a feladat, inkább az időjárás viszontagságait végigcsinálni, de úgy gondolom, hogy mindketten örömmel elmondhatjuk, hogy az első OB-val kapcsolatos szereplésünkben túl vagyunk, és rengeteget tanultunk. Én a pálya széléről is nagyon sokat tanultam, és sok dolgot láttam, amit meg is fogok tudni valósítani, és meg is csinálok hamarosan saját horgászatommal kapcsolatban. Ha valamit ki kell emelni elsőként, akkor mi az, amit kiemelnél a tapasztaltak vagy a tanultak alapján, amit elsőként? A pontosságot rengeteget kell gyakorolni, tehát az látszod, hogyha valaki pontos percát tudott végrehajtani egész nap, akkor ő tudta ütemre állítani a halat, tudta ütemre húzni a halat. Nekem ez sajnos nem sikerült, mert eléggé szeretvedett volt úgymond a horgászatom, eléggé szétszórt, inkább úgy fogalmaznék szépen, de megpróbálok ezen a későbbiekben javítani még sokat. Köszönöm szépen! Igen, szerintem végeztünk. Már még ránk egy ebéd, amit a versenyszervezői készítenek, és utána mindenki indul haza. Ha megnéztétek és velünk voltatok, akkor nagyon szépen köszönöm. Kövessétek be a Pony Barátok Feeder Teamet. Nálunk a Blue Card Teamre is nyugodtan rákereshettek, de ha már megnézitek a videót, akkor valószínűleg mindkét oldalon találkoztatok valamelyikünkkel.
köszönjük, hogy megoszthattam ezt a lehetőséget a magam részéről, és hogy invitáltál, és... Köszönöm, hogy elkísértél, Zoli. Elviseltük egymást, mondhatom ezt így az elmúlt 2,5-3 nap alatt. Ennyi volt. Ha nem is tudjuk más zárat mondani, akkor voltunk egy jobb is a lejtezőn. Gratulálok. Köszönöm. Sziasztok!